Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Május 23-án teli hold van. Az azt jelenti, hogy a nap és a hold szemben áll egymással. Egyrészt itt tükröződik valami, másrészt ez a teli hold megvilágít bizonyos témákat. Ezen az estén tartok egy szertartást, ami este 11 órakor indul, hogy miről van szó, arról beszámolok ezen a felvételen. E-mailen keresztül jelentkezhetsz erre a szertartásra. Az energiai egyensúly az 4000 forint. Én kicsit megváltoztattam most a felvételt, mert nem csak asztrológiailag mondom el, hogy miről van szó, vagy milyen dolgokra kellene odafigyelni ennél a teli holdnál, hanem kivetem a kártyát ehhez, hogy világítson meg bizonyos témákat, hogy miről van szó, mire kellene odafigyelni. Hogy mi a véleményed erről, hogy tetszik-e az, ha kivetem ehhez a felvételhez a kártyát, ezt leírhatod természetesen a kommentárba. Köszönöm szépen! És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az első képen látható a jeges medve. Ez utalhat a te életerődre, és majd megnézzük azt, hova kellene befektetni az erődet. Az is lehet, hogy te adsz erőt számára, vagy ő ad erőt számodra. Ez az erő jelenti a belső erőt is, a hitedet. Ez a jeges medve lehet egy személy, akinek szava van. Ez lehet a főnököd, ez lehet az apukád, sőt, ez lehet egy bíró is. És megnézzük most a következő kártyát. Itt látható a ház. Ez jelenti az otthonodat. Lehet, hogy oda kell befektetni most az élet erődet, mert javítások vannak például, vagy valamit rendezel körülötted. Ez a ház lehet a szülői ház, vagy a család is, és az ad erőt számodra. Az is lehet, hogy a jeges medve egy személy, mivel itt megjelenik a szülői ház, ez lehet az apukád is. És most megnézzük, hogy mit mutat a következő kártya. Itt a képen látható a kereszt. Ez jelentheti a hitedet, a medve pedig a belső erődet. Erősítsd a hitedet. Ez a kereszt, ez lehet egy találkozás is, amikor a sors utak kereszteződnek, lehet, hogy valaki kopogtat az ajtódon, és meg akar látogatni téged. A kereszt jelenti a döntéseket is, hiszen elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozol azon, hogyan tovább, milyen irányba, ahol döntésekről van szó. Ez kihat a családra, ez kihat az otthonodra, de azt is jelentheti, hogy ki akarsz építeni valamit. Akkor lehet, hogy a munkádról vagy a hivatásodról van szó. És most visszatérnék az asztrológiára. Az indiai asztrológiában vannak holdházak, ami a hold napi mozgását jelenti. Ez a teli hold az Anuradha holdházban van, ami jelenti a jólétet, a nyereményeket. És hogyha most indítasz valamit, különösen amikor munkáról, hivatásról,
vagy kereskedelmi kapcsolatokról, szerződésekről van szó, ez nyereményeket hozhat számodra. És most megnézzük újra, hogy mit mutatnak a kártyák. Ott felül, jobb oldalon megjelennek a felhők, ami azt jelenti, hogy valami még átláthatatlan. A felhő jelenti az időt is, mégpedig fél évet. Ez lehet a múlt, hogy valami vagy valaki visszatér hozzád, amit fél évvel ezelőtt átéltél. Ez a fél év lehet a jövő is, hogy fél éven belül hozol fontos döntéseket, és fél éven belül szeretnél valamit kiépíteni. És most megnézzük a következő kártyát. Amennyiben te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható. Előtted a ház jelenti az otthonodat és a családot. Ebbe az irányba tekintesz, tehát ez fontos számodra. Amennyiben te egy férfi vagy, akkor ez a hölgy jelenti a lelki társnődet. És ő most az otthonával, a családdal foglalkozik, vagy szeretné azt, ha meglátogatnád őt, vagy arról álmodozik, hogy legyen egy közös otthon. És most megnézzük a következő kártyát. Ott alattad megjelennek az utak, és jelenthetnek egy találkozást, ugyanúgy, mint a kereszt, amikor az utak kereszteződnek, összefuttok egymással. Az utak jelentik a döntéseket is, ugyanúgy, mint a kereszt, amikor elgondolkodsz azon, hogyan tovább, melyik irányba. És most visszatérek újra az asztrológia területére. Az indiai számítás szerint, és ez egy nagyon precíz, megbízható számítás, ennél a teli holdnál a nap a Bika jegyében van, ugyanúgy, mint Vénusz bolygó és Jupiter bolygó. Vénusz bolygó itt nagyon erős, hiszen otthon érzi magát a Bika jegyében, egy szép, erős, szerelmi energiáról van szó. A nappal szemben a hold, az a Skorpión jegyében van, ahol a hold nem érzi jól magát, ez kicsit gyengíti a hold energiáját, hiszen itt lehet féltékenység, az is lehet, hogy nincs meg a bizalom, hogy vagy te, vagy a társad kételkedik valamiben. Megvannak ugyan az álmok, az elképzelések, de a bizonytalanság is, és emiatt kihat mindez az érzelmekre, kivált félelmeket vagy bizonytalanságokat. És most megnézzük újra, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt felül látható a horgony, és az azt jelenti, hogy mennyire fontos számodra is, és számára is a biztonság érzete, ahol le tudtok horgonyozni. És ez lehet egy közös otthon. A horgony gyakran szimbolizálja a munkát és a hivatást, mivel ott van a ház, ez lehet munka otthonról, vagy valaminek a kiépítése. Ebben az esetben a jeges medve lehet a főnököd is. És megnézzük, hogy mit mutat a következő kártya. Itt alul jobb oldalon látható ez a férfi, természetesen utal a férfiakra, vagy jelenti a lelki társadat. Ez a férfi egy új irányba tekint. Ott vannak az utak, ott van a kereszteződés, döntések előtt áll. De a feje fölött megjelenik a felhő és utal a gondolataira,
Valami még átláthatatlannak tűnik számára. Nem tudja, hogy milyen irányba, hogy hozza a döntéseket. De mint említettem, a felhő az jelenti az időt is, mégpedig fél évet, tehát olyanok a tervei, amit fél éven belül szeretne megvalósítani. És most megnézzük a következő kártyát. A férfi feje fölött megjelenik a kulcs. Ez is utal a gondolataira, és tervez valamit. Meg lesz a magabiztos fellépése. Sőt, használni fogja ezt a kulcsot. Lezár valamit, például a felhőt, mindazt, ami eddig átláthatatlannak tűnt számára. Vagy ezzel a kulccsal kinyílik valami, mégpedig azt szeretné, ha kinyílna az ajtót, hiszen szeretne meglátogatni téged, és ő úgy látja, ezek lehetnek lehetőségek. És most visszatérek újra az asztrológia területére. Ezen a telihold napon Vénusz bolygó és Jupiter bolygó együtt hat. Ez szerencsét hozhat, különösen ránk hölgyekre vonatkozóan, de mivel Vénusz bolygó szimbolizálja a szerelmi kapcsolatokat is, itt is megvannak a lehetőségek, és a bika jegyéből jól hat ki ez, és a bika jegye jelenti a stabil párkapcsolatot, ennek a kiépítését. Neptun bolygó besugározza Vénusz bolygót és Jupiter bolygót. Neptun bolygó jó hatással van ki az eseményekre, jelenti az álmokat és a vágyakat. Ha megvan ebben a hit, akkor ez az álom megvalósul. Viszont ha nem hiszünk ebbe, akkor csalódottak vagyunk, és akkor bizony Neptun bolygó csalódásokhoz vezethet. És most visszatérek újra a kártya kirakáshoz. Ha te egy hölgy vagy, a gondolataidban megjelenik a gyermek. Ez utalhat a gyermekekre. De mivel ott van a horgony és jelenteti a munkát, ez lehet egy hivatás, amikor a gyermekekkel dolgozol, vagy lehet egy új irány, egy új kezdet, és ez kihat a munkahelyedre. Amit a gyermek még jelenthet, a fiatalos kisugárzásod, vagy az ártatlanságod, esetleg az ő ártatlansága. Bal oldalon, középen megjelenik a négy levelű lóhere, ami szerencsét hoz. Szerencsét, ami az otthonodat, a családot illeti, szerencsét, ami a munkádat illeti, és szerencsét, ami az élet erődet illeti, ahol be tudod bizonyítani magadat. Vagy szerencse egy bizonyos személlyel, ez lehet az apukád, de lehet a főnököd is. És most megnézzük az utolsó kártyát, hogy mi az üzenet. Itt alul, bal oldalon kisüt a nap, láthatóvá tesz valamit, mint például téged, vagy a nap megvilágítja az utakat, láthatóvá teszi azt is, és akkor tudjuk, hogy melyik irányba, hiszen átlátunk a dolgokon. Azon kívül a nap jelenti a sikereket, a magabiztos fellépést, a kisugárzásodat, vagy a vonzalmat kettőtök között. És ez volt a telihold jóslás, amennyiben tetszett a videó. Örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy keresd meg a Facebook oldalamon, Dendera Susanna Medici, ahol megjelenik naponta a maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!